Ezek az új autók valóban csak kiállítási modelleknek mondhatóak. Megvásárlásuk a korábbi évekkel ellentétben hosszú időbe telik. Miután 2021-ben jelentős alapanyaghiány ütötte fel a fejét az autógyártásban, a piac az utóbbi évtizedek legnehezebb időszakát éli. Az ukrajnai háború csak tovább fokozta a hiányt, sőt teljes káoszt okozott az ellátási láncokban. A megrendeléseket a márka importőrök csak jelentős csúszással tudják teljesíteni. A kínálat szűkült, a modellválaszték hiányos. Az elmúlt időszakban a háború hatására mindannyian láttuk, hallottuk, hogy Ukrajnában gyártókapacitások tömkelege semmisült meg, ugye Mariupol a legnagyobb acélipari beszállító az európai autógyártóknak, ugye az eltűnt a földszínéről. A szankciók okán természetesen Oroszország is a beszállított termékek egy részét, így többek között a ritka földfémeket, megpróbálta blokkolni Európa felé, így nehézséget okozni az autógyártóknak. A különféle félkész termékek gyártásában hiány volt. Tehát magyarul egy biztató évkeretet után egy totális újratervezésbe kellett az autóiparnak belefogni, és ez az első 4-5 hónapot mindenképpen nagyon durván megütötte. A Gémosz elnöke hangsúlyozta, bár a kereskedésekhez leszállított modellek száma mindössze 10-15%-kal marad el a korábbiaktól. A vásárlók jelentős hányada a hosszú várakozási idő miatt vagy használt autót választott, vagy visszavonta rendelését. Az utóbbi egy évben a keresleti igények is átalakultak. Látható, hogy tovább csökkent a dízelmotoroknak az aránya. Egyrészt a vásárlói oldalon, másrészt a kínálati oldalon. Én továbbra is azt mondom, hogy ez nem biztos, hogy mindannyiunk számára jó, hiszen egy mai Euro 6-os dízelmotor az nagyságrenddel korszerűbb, mint akár egy Euro 5-ös, és ennek a károsanyag kibocsátása fényévekkel jobb, mint egy 8-10 éves autónak a károsanyag kibocsátása. Ráadásul ugye a hosszú távú autózásnál még, ha tetszik, hanem a személyautóban is a dízelautónak van létjogosultsága. Hogy annak a volumene mekkora legyen, az egy másik kérdés. Városi használatra természetesen nem a dízelautót kell. Ott, ha lehet, akkor hibrid, plug-in hibrid, esetleg aki megteheti elektromos autót. Tehát itt mindenképpen egy jelentős változást történik a folyamatban. Az autópiacra nagy hatással volt az üzemanyaghiány is. A vásárlók egyre nagyobb százalékban érdeklődnek a hibrid és a tisztán elektromos hajtású járművek iránt. Ugyan lakossági szinten idén külön állami támogatás nem segítette az e-autók vásárlását, drágulásuk ezeknek a modelleknek nem volt olyan drasztikus, mint a belső égésű motorral rendelkezőknek, amelyek átlagosan majdnem 20%-kal kerülnek többe, mint 2021 második felében.